Európa-bajnoki 6. helyezett, világbajnoki 11. helyezett, Ausztráliában csak úgy emlegetik, hogy a magyar dinamit. Valami egészen elképesztő ős erő lakozik benne. Az idén első ízben versenyzett a felnőttek között, és már ott is megállta a helyét. Az Adidas női szuperbajnokság egyik résztvevője, Molnár Erika. A következő résztvevő azt mondta, hogy bár nyert rengeteg érmet világ- és Európa-bajnokságokon, de a legbüszkébb a kislányára, Krisztinára, aki miatt tavaly ki is hagyott egy esztendőt. Ennek ellenére sikeresen tért vissza, hiszen szakításban Európa-bajnok lett, lökésben és összetettben második helyezett, a világbajnokságon 7. és egyben a legjobb európai, a női szuperbajnokságban résztvevő ebben az esztendőben Márkus Erzsébet! Sokan mondják manapság, hogy a sport és az üzlet olyan szoros házasságot kötött, hogy az üzlet sokszor elrontja a sportélményt. A most következő versenyző hűséges ahhoz a csapathoz és ahhoz a városhoz, ahol a sportpályafutása kezdődött, nem lehet elcsábítani onnan. Ami az eredménylistáját illeti, az Agria Computer csapatával magyar bajnokságot nyert, magyar kupát nyert, Interliga első helyezett, egy röplabdázó hölgy, Timár Edit! Én úgy gondolom, hogy ha valaki első valamilyen listán, az egészen elképesztő, fantasztikusan nagy dolog. A most következő hölgy először nyert egy adott sportágban Magyarországnak Európa-bajnoki aranyat. Nem tudott választani hosszú időn keresztül, mert a kerékpár csak kiegészítő sport volt a gyorskorcsolya mellett. Érdekesség, hogy mind kerékpározásban, mind gyorskorcsolyában nyert magyar bajnoki címet, amiért kivívta az elismerésünket, és itt van a szuperbajnok mezőnyében, az a következő. 200 méteres repülőversenyben a 21 évesek kategóriájában Európa-bajnok lett, és a 23 éven aluliak kategóriájában az 500 méteres állórajtos versenyben Európa-bajnoki bronzérmes, Szabolcsi Szilvia! A csapatjátékokban nagyon gyakran előfordul, hogy valaki megsérül, valamilyen poszton pótolni kell valakit. A most következő hölgy arról nevezetes, hogy a kapus kivételével tulajdonképpen mindent játszott már a kézilabdában. Négyszeres magyar bajnok, ötszörös magyar kupa győztes, és a válogatottban is jó néhányszor megmutatta már a tudását. Az Adidas szuperbajnokság mezőnyében köszöntsük Takács Gabriellát! Nagyon sokat beszélünk a mozgás és a sport fontosságáról, az egészséges életmódról, és vannak olyanok, akik jó példát mutatnak nekünk abban, hogy hogyan kell, vagy hogyan kellene élni. Az elegáns megjelenés, a sportos megjelenés hozzátartozik a hétköznapi élethez. A most következő hölgy Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet a magyar bajnoki cím mellett, és a listáját tényleg nehéz lenne végigsorolni. A Pro Fitness Gym versenyzője egyébként, tehát a Fitness Európa bajnoka, Palatinus Tünde! Elég sok leget lehet a bemutatás kapcsán elmondani. A most következő hölgyről például nem kevesebbet állítanak, mint az év egyik nagy-nagy felfedezettje a saját sportágában. Bajnokcsapat tagja, kosárlabdáról van szó. Tagja volt annak a csapatnak, amely az Európa-bajnokságon a 4. helyen végzett, és valamikor a BSE-ből indult a pályafutása, ott egy picit döcögősebbre sikeredett, de ma valóban azt lehet mondani, hogy női kosárlabdában az év felfedezettje Károly Andrea.
Olyan versenyzők következnek most, akik a korábbi évek eredménye alapján jogot szereztek már arra, hogy kipróbálják a tudásukat a szuperbajnok vetélkedőben. A most következő hölgy, mióta vívásban a női párbajtőr csapatunk világklassz, és mindig ott van a világbajnoki címet nyert csapatban. Az idei esztendőben egyéniben világbajnoki bronzérmes, csapatban természetesen aranyérmes, az év sportolója választáson a második helyen végzett, és utána még pár nappal ezelőtt nyert magyar bajnoki címet is, úgyhogy az Adidas szuperbajnokságon teljes jogú résztvevő Szalai Gyöngyi! A közelmúltban befejeződött magyar bajnokságon a cipőjével gyűlt meg a baja, nem is az ellenfelekkel a most következő hölgynek. Hétszeres magyar bajnok, korábban már junior világbajnokságon nyert érmet, és ami nagyon-nagyon lényeges, az idei felnőtt Európa bajnokságon, műkorcsolyázásban, 26 év után ismét érmet szerzett Magyarországnak, Czakó Krisztina! Említettem, hogy a nőknél ebben az esztendőben negyedszer versenyeznek a szuperbajnok címért. A most következő hölgy már kétszer begyűjtötte a legértékesebb trófeát, és volt egy telefonos játékunk is a Vesztel segítségével, most 4 órakor záródott. Nagyon sokan azt mondták, hogy az idén is ő fog nyerni. Hát ezt majd meglátjuk, ennyire ne szaladjunk előre. Négyszeres világbajnok, az idén szemikontaktban szerzett világbajnoki címet, de szemikontaktban és lightkontaktban is kétszer volt a világ legjobbja. 95-ben és 96-ban ő nyerte az Adidas szuperbajnokságot. A címvédő Pesut Rita! Hát kérem szépen, ez a mezőnyünk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy egy sportágban általában egy versenyzőt hívunk, ez a hagyományoknak megfelelően történik. A telefonos játékról már szót ejtettem, majd holnap a fiúk versenyén mondjuk el, hogy végül is kitippelt helyesen. Annyival tartozom még a bemutatáson kívül, hogy elmondjam a pénzdíjakat, az Adidas segítségével 250 000 forintot kap az első helyezett, és így jönnek majd visszafelé a díjak, erről később részletesen még lesz szó, de én úgy gondolom, hogy most már itt a legfőbb ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Hölgyeim, legyenek olyan kedvesek, fáradjatok le. És az első feladatunk, ami régen dekázás volt, vagy fejelés, most az idén egy picit bővült. Talán már ezek a foci figurák is elárulják. A hölgyeknek 3-at kell dekázni, azzal indulnak. Szlalomozással elvezetik a bábok között a labdát, átmennek a fekvőrendőrön, neki teszik a rúgófalnak a labdát, a kék vonalról el kell rúgni, és a visszapattanó labdát a jégkoron kapuba kell berúgni. Amennyiben nem menne be a szaggatott vonalról a rúgás, a labda után kell menni, és újra lehet próbálkozni. Az idő dönt, aki a leghamarabb megcsinálja, az az első. Még annyit, hogy az első helyezett 20 pontot kap, a második 15-öt, a harmadik 12-t, a negyedik 10-et, majd 8, 6, 4, 3, 2 és 1. A számolásban és az eredményközlésben majd Hajdú B. István kollégám segít. Most az első versenyző Molnár Erika, úgyhogy ő próbálkozik, és a biztató taps már megvan. Tehát 3 dekázás után lehet indulni, elkészülni. 1, még 2 hiányzik, 2, 3, és most már lehet vezetni. Egy kötényel is lehet próbálkozni éppenséggel, ha úgy adódik. Őrületes tempóban, most át a fekvőrendőrön. Így van, onnan kell rárúgni a kék vonalról a falra. Sajnos egyből gólt akart rúgni, de ezt nem engedik a szabályok. Vissza kell hozni, mert nem találta a falat, mindez drága másodperceket jelent. 30 másodpercnél vagyunk e pillanatban, ez volt a biztos megoldás. És most kell a gólért szurkolnunk, nézzük, hogy sikerül-e elsőre, most, hogy kötelező. Gyorsan vissza, újra lehet próbálkozni, 44 másodperc, amikor nem kellett volna, akkor sikerült, most viszont nem. Állítottból másodszor. Azt a mindenit, ez már határozottan balszerencse, nincs korlátozva a
kísérletek száma, ez a biztos. Egy perc, 1,88 másodperc, ennyi a hivatalos idő. A Népstadion és intézményei munkatársai Renning Gyula és Döbrösi Gábor segítenek az időmérésben. Márkus Erzsébet a következő, Tímár Edit, aki lélekben fölkészülhet. Nézzük akkor elkészülni. 1, 2, 3, ez óvatos, de biztos megoldás volt. Aztán az egyik védő majdnem szerelt közben, de sikerült továbbvinni a labdát. Ez elegáns megoldás, ez is biztos, és már abban a pillanatban, ha valaki elrúgja, lehet mozdulni, inkább megállítja, ez a biztos. Most! 19,64 másodperc. Tímár Edit következik, és Szabolcsi Szilvi készül majd fel. Tehát van már egy 20 másodpercen belüli időn elkészülni. 1, 2, 3, jó, és most már lehet vezetni. Nem vagyunk nagyon-nagyon szigorúak ezzel a bizonyos dekázással. Ez a gurítás, ez a legbiztosabb megoldás. Nagyon jó a részidő. 14.64, az eddigi legjobb. Tehát egyelőre három induló után az egriek röplabdázója, Tímár Edit vezet. Na most nézzük, hogy a bicikli és a gyorskorcsolya után Szabolcsi Szilvia mit tud a labdával elkészülni. 1, 2, 3, ez nagyon bravúros dolog volt, ez most egy picit nehezebben ment, szélesre sikerült a kanyar, lehet biztatni a versenyzőket közben, tapssal, bármivel, így van, köszönjük szépen, most a rúgás, és majdnem ez is elment, de szerencsére még jól jött vissza a labda, és egy bődületes kapufa, ami drága másodperceket jelent, 23-24, ez a jó. 27,42, de Tímár Edit idejét még senki nem veszélyezteti. Az a 20 másodpercen belüli idő, az nagyon-nagyon jó. Takács Gabriella a következő. Elkészülni. 1, 2, 3, és már lehet is vinni tovább. Még ferencvárosi futballvábunk is van a falban. Eddig ez nagyon jó, most egy kicsit elpattant. És most a szaggatottról egy biztos lövés. 16,17 másodperc. Takács Gabi átvette a vezetést, kérem szépen, Tímár Edittől. Palatinus Tünde következik. 1, 2, 3. És a labdakezelés miatt vissza kell egy picit kanyarodni, ezzel veszít a lendületből. Aztán megint egy kis szerelés, át a rendőrön nem is olyan egyszerű. A fiúk, elárulom, elegánsan emelni szoktak, most rá a falra, spiccel egy picit, de hát az nem baj, és egy pontos lövés. Úgy van. 23-28. Minden esetre igyekeztünk minőségi kiszolgálást adni, mert ezek a labdák, nem tudom mennyire látszik a képernyőkön, a labdarúgó világbajnokság hivatalos labdái, az úgynevezett trikolor labdák. Károly Andrea következik, egyelőre tehát Takács Gabriella vezet Tímár Edit előtt, elkészülni. 1, 2, 3, és most lehet indulni már nagyobb tempóval, ott is lehet, így van, egy kötény sikeredett belőle, még szabályos volt a labdaátvitel, és most kell igyekezni az utolsó pillanatokra. Egy pontos célzás lenne, ez majd a tenisz adogatásnál játszik. Egy újabb célzás. 28,6. Az élen tehát nincs változás egyelőre. Maradt a sorrend Takács Gabriella és Tímár Edit. Szalai Gyöngyi elkészülni. 1, 2, 3. Ez igen! Ez egy bravúros kezdés volt, és főleg biztos megoldás. Aztán, mint a páston, egy picit apróbb léptekkel, az már jó, és megy is egyből tovább. A szaggatottról lehet lőni. 18,8. Ketten vannak még hátra a sorból, és én úgy gondolom, hogy egyiküknek sem idegen a labda.
Szakó Krisztina elkészülni. 1, 2, 3. Én egy kicsit engedékenyebb voltam, ő viszont nagyon becsületes, ez külön dicséretet érdemel, még egy plusz dekázása is volt. Most az a bizonyos fekvőrendőr. Egy ugyancsak biztonsági kűr, és aztán most a befejezés. Azt a mindenit! 23 másodpercnél megállhatott volna az óra, gyorsan vissza kell hozni. Az a sarok az hihetetlenül vonzó. Annyit elárulok, hogy tegnap a próbán még a nagykapura gyakoroltak a hölgyek, akkor nagyon jól ment. És akkor gondoltuk azt, hogy majd a jégkoron kapura kell versenyezni. 39,8 másodperc. És akkor az első feladatnál egyébként minden feladatnak külön díja van. Az Adidas egy ajándékcsomagot ad minden szám győztesének. Az első feladat utolsó versenyzője, Pesut Rita. Elkészülni. 1, 2, 3. Még egy ráadás is belefér. Ilyenkor derül ki, hogy ez a fránya labda mennyire tud pattogni és mennyire gurul. Át a fekvő rendőrön megint. Jó, ennyit elnézünk. És akkor most a célzás. Állítottból. 19,86. Ez volt az első feladat az Adidas szuperbajnokságon, és ahogy jeleztem, Hajdú B. István kollégám segít a számolásban. István, tiéd a szó, amíg mi megyünk a következő feladathoz. Az Adidas Tricolort a legjobban Timár Edit terelte 14,64 másodperces idejét, csak megközelíteni tudta Takács Gabriella, aki 15 pontot kap, míg Szalai Gyöngyi a mezőny legjobb ballábas versenyzőjeként 12 pontjával egyelőre a harmadik, Márkus Erzsébet, Pesut Rita, Palatinus Tünde, Szabolcsi Szilvia, Károly Andrea, Szakó Krisztina és a kicsit nehézkesebb, de annál fürgébb és gyorsabb Molnár Erika a végső sorrend ebben a versenyszámban. Hát akkor az első pontokat már szét is osztottuk, és következik a következő feladat, az úgynevezett kosárra dobás. Ez hagyományosan már szerepelt a szuperbajnok műsorán. Van egy büntetővonalunk, ha onnan bedobják, egy pontot ér, illetve két pontot ér. Van egy hárompontos vonalunk, ha onnan bedobják, három pontot ér. És lehet sima zicsert is dobni, ez sem tilos, ebben az esetben ez egy pontot ér. 30 másodperc a rendelkezésre álló idő, ez alatt kell a 10 labdát rádobni, és az utolsó labda a fehér színű minden sorozat végén duplán számít. Itt a próbán már mindenki kidolgozott magának egy taktikát, egyesével inkább, és az a biztos, hogy esetleg kockáztatva egy hárompontos, meglátjuk. Most fordított sorrendben kezdünk, tehát Pesut Rita lesz az első versenyző. 30 másodperc tehát, és ki hány pontot dob, elkészülni. Rita az ittert választja, egy pontja már van. Meg kell küzdeni a másik labdával is, ez már nem érvényes, visszatenni lehet zicserben, de csak akkor, hogyha nem ér földet. 2 pont, és a fele ideje még megvan. Ez egy picit bizonytalanul kivezetett dobás volt, itt viszont nagyobb volt a lendület a kelleténél, és még mindig 2, most a duplán számító labda és az utolsó másodpercek, még gyorsan vissza lehet tenni, és most járt le az idő. Szakó Krisztina következik, mindig leellenőrizzük a labdákat, hogy jártunk már úgy korábbi években, hogy beszorultak, most szabályos, és akkor jöhet Szakó Krisztina 30 másodperce, egy kétkezes dobás, picit bátortalanul kivezetve, és aztán egy zicser, egy pontja már van. Lehet menni a következő labdáért, egy kis sasszé a végére, és még mindig egy pontnál járunk. 15 másodperc, tehát a fele idő eltelt. Még mindig csak egy pont. Kicsit talán oldalról jobban elfektetni. 2, még a fehér labda, az még érvényes lehet. 2 pontnál járunk. Gyorsan vissza, most járt le. Jó, 4 pont. A dobást még megkezdte, mielőtt a duda megszólalt volna. Tehát egyelőre Szakó Krisztina 4 pont. Szalai Gyöngyi elkészülni. A már bevált kétkezes dobások tegnapról, legalábbis ez volt az elképzelés. És gyorsan még vissza. Az első pontja megvan. És a következő. Megvan a második is. Még a fehér labdát kár lenne kihagyni. 4, ezzel utolérte Szakó Krisztinát.
Most ezzel átverti a vezetést. 5 és 7 másodperc még. Maradt az 5. Sajnos a fehérig nem jut el. 5. Igen, 7 pont. Szalai Gyöngyi 7 pont, és ezzel pillanatnyilag ő áll az első helyem, és Károly Andrea következik. Hát neki ez hazai pálya, de azért neki is elmeséltem, és a kedves nézők között is van talán, aki emlékszik rá, hogy éppen Orosz Benő, a Danon Honvéd kosarasa járt annak idején úgy, hogy Éles József megverte. Most meglátjuk Károly Andreával, mi lesz. Elkészülni, kettesével akar indítani. Egyelőre legalábbis 2, 4, 6 és egy 3 pontos kísérlet. 9, 12, mert ez duplán számít. 12 pontnál jár. 14, még mindig 14 és van ideje bőven. 20. Hát azt hiszem, itt nem nehéz megjósolni a győztest, jött a papírforma, a Károly Andrea, 20 pontos, az Adidas ajándékcsomag vélhetően az ő kezébe kerül majd. Palatinus Tünde és az óra párharca, nehezítve labdával és palánkkal. Villám gyorsan eldobja az első labdákat, és aztán ő is biztonságra megy egy picit. Így van, 2 pont, és még a fele ideje megvan. Tehát nagyon nem kell kapkodnia, lehetősége van. Igen, 4, 6, remek a hajrá, és 6, lesz-e 8, lesz. A második legjobb eredmény. Takács Gabriella. A kis kézilabda kapu után ezúttal a palánkok világában elkészülni. Egy picit félénken vezeti ki, és aztán jön az itterdobás. 1. Megvan a második is. 2. Jöhet a duplát érő labda. 4. És még mindig az itterdobás. Nem teszi vissza, pedig visszatehette volna. Tehát 4 pont. Beleáll a dobásba. 5-ös. 6-os. Azt mondja Szabolcsi Szilvia, hogy itt elsétál előttünk, hogy én nem tudom, hogy mi lesz. Egy biztos, labdák vannak, palánk is van és óra is. A kétkezes felső, ez a régi korok stílusa volt a női kosárlabdában. Picit súlylökés jelleggel, de most már a gyűrű legalább megvan. És egy sima zicserdobás az első sorozat végére. Ó, van bőven idő, még 15 másodperc hátra van. Úgyhogy nem kell annyira kapkodni. Most még mindig 10 másodperc. Meg kell szórni a végét, nem tölteni, csak tüzelni. 5 másodperc. Megvan az első pont, és a dupla. 1 pont. Egy újabb labdajátékos, Tímár Edit következik. Ha nem is kell szerválni, vagy sáncolni a hálónál, vagy föladni. Nézzük, hogy hogy megy a kosárra dobás. Elkészülni. Palánkot minden esetre sikerült már eltalálni, ez most pontosabb ez a célzás, és kimarad az ittszer. Megint csak azt tudom tanácsolni, hogyha kimarad, érdemes visszatenni. Megvan az első pontja. És a fehér labda. 3. 15 másodperc belül. 10 másodperc. 4. Ez már jó. Nagyon jó biztató kísérlet, és még a fehér labda a végére, ezt már nem lehet befejezni. Tímár Edit tehát. Ketten, akik nem annyira járatosak a labdák világában, következik Márkus Erzsébet, és Károly Andrea 20-as vezetését egyelőre semmi sem veszélyezteti. Elkészülni, na nézzük, picit félve, nyugodtabban ki lehet emelni a dobást, és nem érdemes a visszapattanó labdával az időt vesztegetni. Egy szűken kivezetett tempó, drága másodpercek mennek el közben,
és nem akar az első pont megszületni. Ha már kísérleteznek, akkor érdemesebb a fehér labdával. Az utolsó másodpercek, lesz-e belőle pont? 2! És most telt le az idő. Ezt a feladatot Molnár Erika fejezi be. Az alakja elárulja, hogy a palánk neki nagyon-nagyon magasan van, nem igazán az ő világa, de ez nem jelent semmit. Na nézzük akkor, elkészülni. Hát, ha távoli dobásokkal még meg lehet azt a gyűrűt hódítani. Ez már bátrabb kísérlet volt. Ez a gyűrűt is érte, egyre közelebb, hát ha sikerül betalálni. És a fehér labda a végére. A fele idő még megvan. És majdnem az első kosár is. Kiszédült a gyűrűből a labda. Na nézzük, nem kegyes hozzá a sors egyelőre, 5 másodperc még. Még az is elmegy. És az utolsó dobás, na nézzük, hát ha. Leszédült a gyűrűről. Ez volt tehát a második feladat, és akkor István, légy szíves, nézzük, mi változott, hogy változott. Az Adidas szuperbajnokság második versenyszámát, a kosárra a dobást, minő meglepetés, a kosaras Károly Andrea nyerte, és így a 20 pontja 20 pontot ér a versenyben. Palotonis Tünde végzett a második helyen 15 ponttal, míg Szalai Gyöngyi ebben a versenyszámban is a harmadik helyen végzett 12 pontjával. Nézzük ezek után, hogy hogyan áll az összetett verseny állása, mert ezt is minden bizonnyal meg tudjuk mutatni pillanatokon belül. Tímár Edit vezet 28 ponttal, mögötte a második helyen Takács Gabriella áll 25 pontjával, és Szalai Gyöngyi a két harmadik helye után most is harmadik az összetettben 24 ponttal, a 23 pontos Károlyi Andrá és az ötödik helyen álló 21 pontos Palatinus Tünde tartozik még a szorosan vett élbolyhoz. Elsősorban Szabolcsi Szilvia és Molnár Erika láthatóan a további versenyszámokra koncentrál. És versenyszámok vannak még bőven. A következő feladat az úgynevezett teniszadogató verseny. Ha valaki figyelemmel kíséri a különböző nagy tenisztornákat, akkor látja a sarokban ugyanezt a készüléket, hogy a világsztárok milyen sebességgel tudják adogatásnál megütni a labdát. 3 kísérlete lesz minden versenyzőnek, tehát lehet javítani, és a 3-ból azt veszük figyelembe, amelyik a legjobb. A Római Tenisz Akadémia adta kölcsön nekünk ezt a berendezést, köszönjük szépen, és egyszer kezdtük a sor elejéről a versenyt, egyszer a sor végéről, most kezdjük a sor közepéről, Palatinus Tündével ezt a feladatot. 3 kísérlet van, azt mondtam a szaggatott vonalról, de csak azt veszük figyelembe, amelyikkel betalál valaki a kapuba. Tehát a kapuba mindenféleképpen be kell ütni a labdát. Lehet is kezdeni. Nézzük az elsőt. Ezt ugyan mérte a készülék, de, mint említettem, nem veszük figyelembe. Beszorul a labda, 77 lenne, de egy érvényes biztonságira kell menni. 61! Károly Andrea következik. A próbán a hölgyek már 100 fölé jutottak, a fiúk pedig 160 fölé. Megnézzük, hogy mindez hogy megy versenyben. Károly Andrea 3 kísérlete tehát. Nézzük. Ez biztos. 84. Megvárjuk, amíg visszaáll az óra. Most mehet a következő. 93. Tehát javított valamennyit, és most egy apait anyait vele. Tehát az érvényes a 93 lett. Szalai Gyöngyi következik, és 100 fölé egyelőre még nem jutottunk, de lehet, hogy majd most nézzük az összpontosítást. 75-ös. A második kísérlet 78-as. Tehát némi előrelépés, és most a harmadik 86-os. Szakó Krisztina 3 labdáját nézzük. Nem mondom, hogy úgy áll a kezében az ütő, mintha azzal született volna, de ez nem akadálya a jó eredmény elérésének. Na nézzük akkor. Egy biztonsági a fotoriporter térdének. De nem vagy haragban, remélem az újságírókkal vagy fotósokkal. Na nézzük a másodikat. 53. És most egy kemény harmadikat lehet
érdemes kockáztatni. 53 az érvényes. Pessut Rita. Még mindig Károly Andrea 93-a a legjobb, de ez most megdőlhet. Nézzük, parancsolj Rita. Előre hajolva 87-tel kezd. Ez a második legjobb eredmény. Egyelőre marad is ez a bizonyos 87-es. Azt súgják neki, hogy üsse magasabban. 87! A második legjobb eredmény. Molnár Erika, megyünk a sor elejére. Egyelőre az urak ott fönt a karzaton nincsenek veszélyben. Tegnap még ilyen gondok is voltak. Na nézzük akkor. 66-os a nyitás. Ez egyelőre a középmezőnyre lehet elég. 73. Ez most már lényeges javulás. 73 tehát, és a fotós megint. Mindig tudtam, hogy a fotoriporter vagy az operatőr veszélyes szakma. Tehát 73, Márkus Erzsébet. Tímár Edit és Szabolcsi Szilvia, mint Takács Gabi van még hátra. És 93 változatlanul a legjobb. Lehet próbálkozni. Az első, 85-ös. Jó magasan ez a biztatás megint. 85-nél, 87, 2 km per órás javítás. 87-es, 93 csúcsbeállítás. Tímár Edit és Károly Andrea nagyon rágja a kis ujját, ami azt jelenti, hogy izgul. De hát lehet is, mert egyelőre holtversenyben elsők. Kíváncsi vagyok a röplabdázókra, mert a fiúknál is van röplabdázó, és 160 fölöttivel ütötték meg a labdát. Adogatásból jöhet a mozdulat. Na nézzük akkor Tímár Editet. Egy fölé. Mondom, hogy a karzattal is gond lehet, fiúk vigyázzatok ott fönn. Ez már jó. 101! Átléptük a bűvös százas határt. És nála a vezetés. 110! Én szerintem ugyanaz Szabolcsi Szilvi jön, de ha beleegyezik, akkor nyugodtan Gabi csinálta. Semmi gond. Lehet. Na nézzük akkor. 97-es! Másodszorra is 97-es, még a százas hibázik egyelőre. Maradt is. Akkor ezt a feladatot Szabolcsi Szilvia zárja. Na nézzük, elég érdekes ütőfogás, de 70-re jó. 86-os. Na tud-e az utolsóra még ennyit javítani? Egy kapufa. 84, de 86 az érvényes. Ez volt a harmadik feladat, és Tímár Editi az Adidas csomag, és a szó pedig Hajdú B. Istváné. Az összetett versenyben élen álló két versenyző, Tímár Edit és Takács Gabriella versenyszámában, ebben a versenyszámban, a harmadik versenyszámban remekelt, ők szerezték meg az első két helyet. Tímár Edit kapott tehát 20 pontot, Takács Gabriella pedig 15-öt. Márkus Erzsébet és Károly Andrea 12-12 ponttal zárt, szabályok értelmében holt verseny esetén a magasabb pontérték dönt, ezért kaptak mindketten 12 pontot. Pessut Rita, aztán egy újabb holt verseny Szabolcsi Szilvia és Szalai Gyöngyi között, Molnár Erika, Palatuni Stunde és Cakó Krisztina a további sorrend. Nézzük ezek után, hogy három szám után hogy áll az Adidas szuperbajnok verseny, majdnem fél távnál vagyunk. Tímár Edit 48 pontjával az élen, őt a 40 pontos Takács Gabriella követi, 35 ponttal Károly Andrea a harmadik helyen, 30 ponttal Szalai Gyöngyi a negyedik, aztán jön Márkus Erzsébet 26 ponttal, Palatinos Tünde 23 ponttal. A címvédő Pessut Rita 20 pontjával egyelőre csak a hetedik, Szabolcsi Szilvia és Cakó Krisztina óriási versenykutásban a 8.-9. helyen, Molnár Erika példája pedig bizonyítja, hogy a triatlon nem dekázásból, kosárra dobásból és teniszből áll. Köszönjük szépen, a díjakat is lehetett időközben a képernyőn látni, és itt pedig a feszült arcokat, hiába nem igazi verseny, bizonyos értelemben még más versenyeken is túltesz. A következő játék a jégkorong kapura lövés, és itt a dolog úgy kezdődik, ugye, mint az igazi jégkorong meccsen,
legyetek szívesek és öltözzetek be, hogy valami hokis külcsőt kölcsönözzünk ennek a játéknak, és amíg a hölgyek öltöznek, addig elmondanám, hogy 10 korongja van mindenkinek, ezt a 10 korongot kell kapura lőni, és csak az egyből belőtt korong érvényes, tehát ha oldalfalat ér, vagy máshonnan pattan be, akkor nem tudjuk a találatot díjazni. Jobb és balkezes ütők is rendelkezésre állnak, kipróbálhatták a hölgyek a próbám, a sisakokat is kérném szépen fölvenni, mert veszélyes a játék, és különben is nagyon jól áll minden hölgynek természetesen. És akkor most visszamegyünk a sor elejére, Molnár Erikához, hiszen kezdtünk elején, kezdtünk a végén, kezdtünk a közepén. A 10 egy kicsit nagy. Mint egy titokzatos manó. És egy ütő, és akkor nézzük a 10 ütést, és számoljuk együtt hangosan. Lehet kezdeni. Az nem menve. Egyből semmi. Kettőből egy. Megvan az első találat. A kapus véd, maradunk egynél. Nagyon útva van a kapus lába, még mindig egy az érvényes, és aztán kapufa, de nem került beljebb. Szíve választotja lesz egy jégkorong kapus. Egy gól, kettő. Most lehet hajrázni még a végére. Ez oldalfalat ért, így sajnos érvénytelen marad a kettő. A jobb sarok, de megint oldalfalat ért, és az utolsó korong lesz a harmadik, de falat ért. Sajnos kettő a vége. Nem akarom itt ellőni a poén, de volt valaki, azért nem mondom a nevet, aki úgy lőtt a próbán, hogy a többiek a rosszuléttől leestek a padról. Nem tudott kihagyni egyet sem, majd ha oda jutunk, elmondom, ki volt. Az Márkus Erzsébet a következő. És egyelőre kettő a csúcsunk, nézzük, hogy sikerül lehet most megjavítani. Egy farkas szem nézés, farkas szemet néz a kapussal, aztán picit meg kell találni az irányt, hogy na nézzük akkor. Ez ilyen lapátolás jellegű, mint otthon a hó, vagy valami ilyesmi. Nem baj, a stílus nem érdekes, azt most ezúttal nem pontozzuk, csak az eredmény. Na nézzük. Jó határozottan. Megvan az első. A kapufáról érvényesen. Egy. Kettő. Ez a fonák emelés, ezt tanítani fogják Kanadában a Jégkorong Egyetemen. Még mindig kettőnél vagyunk. Greckiék, ha látják, a sárga irigység fogja őket ezért a mozdulatért környékezni. Kettő még mindig, és négy korong van hátra. Még lehet javítani, mert egyelőre kettő, Molnár Erika. Na ez lesz az igazi bravúr. A banánütő másik felével ütni. Na nézzük. De ha így esik, jobban kézre. Oldalfalatért sajnos marad a kettő. És még mindig kettő, és az utolsó korong. Maradt a kettő a végére. Viszont egy egészen egyedülálló stílus bemutatót láthattunk. Timár Edit! Voltak gyors tüzelők, különösen a fiúknál, úgyhogy ezt a kapust ezt tegnap rohamunkában kellett helyrehozni, mert szétlőtték. Timár Edit kezdi. Na nézzük. Egyből egy. Ez ért oldalfalat sajnos, marad az egy. Jó széles terpesz. Kettő, úgy van. És egy nagyon határozott mozdulat. Három. Egyelőre ő áll a legjobban. Kapufa, maradt a három. Ez oldalfalat ért, de még mindig a legjobb teljesítmény az övé. Négy, kapufáról be. Megvan a rekord. Öt. Ez oldalfal, maradt az ötös rekordunk, és az utolsó próba. Öt. És nem ő a legjobb lövő, nem róla meséltem az imént a történetet. Még a rejtett tehetségek ezután jönnek. Szabolcsi Szilvia, tízes sorozata következik. Na nézzük. Egyből egy. Kettőből kettő. Bravúros kezdés. Háromból három, illetve négy, öt. Kinéz a többiekre, hogy sápadnak-e. Hat. Ez oldalfalat ért.
Kapufa, és még mindig 6. 7! Ez igen, szenzációs. Takács Gabriella következik. Hát kérem szépen, itt a szurkolók elvárásának megfelelni nem könnyű, nézzük. Egyből egy. Kettőből kettő. Egyet hárít a kapus. Még mindig kettő. Szegény kapusunk. Három. Ezt is a kapus bánja. Még két korong. Ez oldalfalat ért sajnos. És az utolsó. Ezt a kapus hárította. Szabolcsi Szilvia vezet, következik Palatinus Tünde. Nagy sóhaj és egy kis igazítás a fejvédőn. Na nézzük, mennyire lesz szerencsés. Egyből egy, kettőből kettő. Egy kapufa. Három. Négy. Öt. Egy újabb kapufa. Ötnél vagyunk. Felső sarkot jó indulatúak. Még mindig öt. És a kapus. Ha már ez a felső sarok valamelyik súgótól szóba került, ez úgy volt, hogy tegnap itt állt szegény operatőr kollégánk, és jöttek a fiúk, és elkezdték itt fölül ellőni a korongokat, úgyhogy azóta térdel. Következik Károly Andrea. Mondjam? Ne. Jó, majd utána. Na nézzük akkor. Egyből egy. Kettőből kettő. Háromból három. Egy kapufa. Három. Négy. Öt. Egy újabb kapufa. Hat és két korong. Egy újabb kapufa. És még lehet holt verseny. Így már nem. Hat. Hát kérem szépen, most már utólag akkor elmondhatjuk, hogy a próbán ő kergette őrületbe a többieket. Szalai Gyöngyi következik, fordított alapállással, és mehetünk. Egy kapufával nyit. Ez oldalfalat ért sajnos. Megpróbálta elcsúsztatni az ütő mellett. Egy. Kettő. Ez visszajön a kapufáról. Kettő. Három. Ez oldalfalat ért, még a három az érvényes, és két lehetőség. Négy. Öt. Kiváló eredmény. Szakó Krisztinának a jég nem idegen, az ütő az már sokkal inkább, úgyhogy ez nagy csata lesz, csak ennyit mondok beharangozóban, ugyanúgy, mint a próbán. Sikkesen, kackiásan hátratolva a fejvédő, hogy a frizura azért látszódjon, hölgyekről van szó hiába, és akkor nézzük a tízes sorozatot. Nagy nekikészülődés, ahogy illik. Egyből egy. Kettő. Három. Négy. Még nem rontott. Öt.
Most kezd érdekes lenni. Egy kapufa. Ötnél tartunk. Oldaltért sajnos. Tehát még mindig öt. Hat. Na. Hét. Csúcsbeállítás. Ha belövi, megnyerte ezt a számot. Nem lövi. Szakó Krisztina és Szabolcsi Szilvia az élen. Hátra van azonban még Vesut Rita. Nagy taps az elejére. Na nézzük. Összeszorított fogak. Mehetünk. Egyből egy. Kettő. Bent van három. Ez viszont nincs. Ez oldalfalat ért. Ez is. Háromnál járunk tehát egyelőre. Négy. Ezt védte a kapus. És még két korong. Öt. Ötös az érvényes. Hát kérem szépen, szép sorozatokat láttunk. István, tiéd a szó megint. A 10 versenyzőből 4-en is 5 korongot lőttek be, 2-en azonban 7-et. Így a versenyszám győztese Szabolcsi Szilvia és Takó Krisztina lett, ők kapják a 20-20 pontot. Némi iróniával jegyeztem meg az előző versenyszám után, hogy ők a 8.-9. helyen állnak, most biztos, hogy az Adidas szuperbajnokságon előrébb lépnek. Károlyi Andrea 12 pont a harmadik helyen, aztán jönnek a 10 pontosok, Tímár Edith, Palatinus Tünde, Szalai Gyöngyi és Vesut Rita. Takács Gabriellának most nem ment annyira, ő 3 pontot kapott, Molnár Erika és Márkus Erzsébet pedig 2-2 ponttal lett gazdagabb, ezután a versenyszám után. Nézzük az összetett állását, vajon sikerült-e Tímár Editnek megőriznie az első helyet. Sikerült. 58 pontjával ő vezet, megelőzve a 47 pontos Károlyi Andreát. 43 ponttal Takács Gabriella a harmadik, Szalai Gyöngyi 40 ponttal a negyedik, aztán jön az nagyon-nagyon erős középmezőny, az ötödik helyzet Palatinus Tündének 33, a hatodik Szabolcsi Szilviának 32, a hetedik Cakó Krisztiának 31 pontja van, és ide tartozik még Vesut Rita is, a 8. helyen 30 ponttal. Márkus Erzsébet 28 pontjával, a 9. és egy picit leszakadt Molnár Erika, ő 7 ponttal a 10. És lassacskán, azt mondják a hölgyek, hogy nagyon hamar telik az idő, de túl a verseny felén kezdődhet majd a hajrá. A következő feladat az úgynevezett tiki-taki, tehát egy gyorsasági állóképességi játék, párban versenyeznek majd a versenyzők, a teniszlabdákat kell majd begyűjteni közben, és ezeket bedobni ebbe a tartóba. Ha kipattan a labda, érte kell menni, és aki a legrövidebb idő alatt teljesíti a távot, az a szám győztese, fotocellával mérjük. Most, miután párban versenyzünk, így Hajdóbé István lesz majd az, aki mondja, hogy ki készül és ki versenyez. A hagyományoknak megfelelően a versenyben vezető, jelen esetben Tímár Edith, a versenyben 10. helyen álló versenyzővel, jelen esetben Molnár Erikával csap össze az első körben, Károlyi Andrea és Márkus Erzsébet készül föl. Tehát először Tímár Edith és tehát Molnár Erika. Az első helyezett és a 10., a 2., a 9., a 3., a 8., és így tovább a fotocellára tessék majd vigyázni. Innen lehet indulni a fekete vonalról, úgy van. És a futóórát látjuk, majd megjelenik mind a két idő. Elkészülni. És az első labdák egy nagy kitámasztás után vissza. Lehet biztatni a versenyzőket, kérünk szépen egy kis tapsot, bravúros a teljesítmény. Tímár Edith vezet egyelőre. És ilyenkor a vége felé már egy picit az izmok is fáradnak, akármilyen a verseny. És a levegő is fogytán ezután a hosszú sprint után. Az utolsó labda Tímár Edithnél, 25 másodpercnél van, és át kell majd futni, úgy van. 28-19 a győztes ideje, 28-19 és 31-03 a második helyezetté. Itt egy picit mi is visszaveszünk a tempóból, hogy minden szép nyugodtan le lehessen írni. Károlyi Andrea és Márkus Erzsébet következik, felkészül Takács Gabriella és Vesut Rita. Tehát a következő párba csak megismétlem, Takács Gabriella és Vesut Rita készül föl. Itt pedig már itt a két versenyzők elkészülni.
Na most megnézzük, hogy a kosárlabdapálya gyorsasága és állóképessége mit jelent, de egyelőre szorosan egymás mellett. A harmadik labda, és egy pici csúszás, ami nagyon-nagyon nehéz a befutót illetően. Az utolsó nagy sprint, mint egy zicser dobásnál, és most vissza. A labda és az óra a fotocellára vigyázni megvan. 27-es, 43-as. És 28-63. A 27-43, ezt azért én is fölírom magamnak, egészen jó teljesítmény. Már ott áll a rajtvonalon Takács Gabriella és Petrut Rita, Szalai Gyöngyi és Czakó Krisztina pedig buzgó melegít. Tehát Szalai Gyöngyi és Czakó Krisztina lesz a következő párban, és most meglátjuk, hogy egy kézilabdapályán előnye, ha valaki kézilabdázó elkészülni. Egyelőre 2-3 lépésnyi előny, Rita egy picit megcsúszik. Takács Gabriella vállalja a kockázatot, hogy egy méterről dobja a labdát. Na kérem szépen, most már szétszakad a mezőny, egy kitámasztás után. Nagy hajrá a végére! És gyerünk befelé! Úgy van, Takács Gabriella 25-26, 26-71. És 26-71, elképesztően 29-13 is ott van az élbolyban. Szalai Gyöngyi és Czakó Krisztina következik, és a záró pár majd Palatinus Tünde és Szabolcsi Szilvia lesz. Jaj, igen, ott egy picit vigyáznunk. Nem tudom, hogy lehetne gyorsan egy seprőt hozni, vagy valamit, mert ott nagyon csúszik a dísz miatt a pálya, és reklamáltak a versenyzők. Ha megoldható, jó? Valami kis kézzel is, srácok, ha segítetek, megköszönjük. Mert azért kitámasztásnál nagyon szépek ezek a karácsonyi díszek, de egy pár darab oda beesett, és ez bizony ilyenkor életveszélyes is lehet. Köszönöm szépen. A végén azok az arany díszek, egyébként ha már a díszítés szóba került, a Sasad volt az, aki ezt a szép karácsonyi hangulatot megadta nekünk. Annyit pedig jó, ott már utána reméljük, hogy tiszta lesz a pálya. Tehát elkészülni, és jön az első labda. Czakó Krisztina támaszt ki, és jön már is visszafelé. Vissza kell jönni a labdáért, nincs benne Kriszta, sajnos. Azt föl kell venni azt a labdát, és a felező vonalnál volt. Így van, elnézést kérek. Köszönöm szépen, és az utolsó labda, és az utolsó másodpercek, megvan egy nagy-nagy megkönnyebbülés Sóhaj Szalai Gyöngyinél. És most érkezik be Czakó Krisztina. Köszönöm szépen! 32 másodperc fölött, és 38-13 az egyes, illetve a kettes pálya, és akkor az utolsó versenyzők ennél a feladatnál elkészülni. Megvan az első labda. És nagyon ügyesen tiltja egyébként a szabály, hogy kézzel is lehet a támasztásnál és a fordulásnál segíteni. Ez megengedett. Nagy-nagy hajrá! Az utolsó 30 méteres vágta. 20 másodpercnél vagyunk most. Ez csak az összetett eredmény miatt mondom. És egy nagyon jó ideje lesz Szabolcsi Szilviának. 26-65-ös. 26-65. Illetve 28,17 század másodperc. Ez volt a tiki-taki. Nézzük, hogy mi változott. Drámai küzdelem volt, hiszen 26-65-tel Szabolcsi Szilvia nyerte meg ezt a versenyszámot. Ő kapja tehát a 20 pontot. 6 század másodperccel előzte meg Takács Gabriellát, nem hiába a tiki-taki neki is kedvezett. Ő 15 pontot kap, Károly Andrea szorgalmasan gyűjtögeti a pontokat, 12 pontos, Palatinus Tünde lett a negyedik 10 ponttal, az összetettben vezető Timár Edith pedig az ötödik 8 ponttal. Szegény Czakó Krisztina, aki a próbán remekül szerepelt, az egy labda most kipattant, így ő a tizedik helyen végzett. Nézzük ezek után, hogy hogyan áll az Adidas szuperbajnok verseny összetett állása. Még mindig Timár Edith vezet, 66 ponttal. Előnye azonban már csak 7 pont Károly Andreával szemben, aki 59 ponttal áll a második helyen,
Takács Gabriella 58 ponttal a harmadik, Szabolcsi Szilvia pedig, aki két szakaszgyőzelmet is aratott, 52 pontjával a negyedik. Palatinus Tünde 43 pontos, Szalai Gyöngyi 42 pontos, Márkus Erzsébetnek és Pesut Ritának 34-34 pontja van, Szakó Krisztina 9. 32 ponttal, Molnár Erika pedig 10 pontjával a 10. Az a gyorsasági állóképesség az remekül működött, ami jött a kerékpárból és jött a gyorskorcsolyából. Az egyik legkedveltebb versenyszám a falmászás, nem feltétlenül a versenyzők körében, hiszen van olyan közöttük, aki tériszonnyal küzd. Mondtam, most egyszerűbb lesz, mint a próbán, hiszen közönség van, tehát talán nem érzik majd olyan meredeknek ezt a falat. Párban mennek a versenyzők, és fönt a fal tetején van egy-egy csengő, sípszóra indulunk majd, és amikor a csengőt megütik, akkor állítják majd meg az órát, tehát ez a feladat, megint az idő dönt majd, aki az abszolút legjobb időt éri el, az az első helyezett, és így tovább, így kapják majd a pontokat. Ebben a számban egyébként a Görzenál segített a falat fölépíteni, Szinke István, Lisovszki Zoltán, Molnár Csaba, Petró Zoltán, Szabó László segítenek, és ők felajánlottak egy külön díjat is. Elmondanám előre, hát ha ez is doppingolja jó értelemben a versenyzőket. Az első három helyezett a Görzenálnál egy egyéves előfizetést kap az Adidas szám bajnokán járó díjon kívül. Tehát az első Pesut Rita és Szakó Krisztina, úgyhogy őt szeretném kérni, hogy az igazítás után induljunk. Még a combra kell igazítani. Természetesen vigyázunk a biztonságra, visszaesni nem lehet, vannak fiúk, akik segítenek. Kérem szépen, az első pár rajtra kész, egy fogást lehet keresni indulásnál, ezt megengedik a szabályok. Elkészülni, és a biztos fogáskeresés, és a lábmunka nagyon lényeges, hogy az emelésnél a lábnak biztos helye legyen. Pesut Rita egy fél tesztosznyi előnnyel vezet, és megy föl egy nagy fogással. Megvan a csengő! Remek volt! Szakó Krisztina óvatosabban, még néhány centiméter, egy jó fogás, bal lábban lehet egyet lépni, most van a csengő! És most István, kérem majd a segítségedet, mert az órát te látod pontosan. 14.50-nel Pesut Rita és 25.30-al egyelőre a második helyen Szakó Krisztina. Szalai Gyöngyi, Károlyi Andrea a következő párban. Palatinus Tünde és Takács Gabi készül föl. Az első fogás az mehet, elkészülni. És vigyázni kell, a láb a legfontosabb, megint megismételném, a biztos támasz, hogy ne csak erőből másszon valaki, hanem tartsa is meg a súlyát. Tehát a láb az nagyon-nagyon lényeges. Károly Andrea megvan! Szalai Gyöngyi keres egy fogást még, és a lábának egy biztos helyet, ezzel néhány centiméterrel följebb jutott. Most bal lábbal lép utána, és egy nagy benyúlás, megvan! 20,45 század másodperc Károlyi Andrea ideje, és 35.05-tel Szalai Gyöngyi is fölért a fal tetejére. Palatinus Tünde és Takács Gabriella a következő párban. Még a biztonsági kapcsot kell helyre tenni, meg lehet keresni az első fogást, elkészülni, és megint azok a bizonyos fogások. Itt Tünde egy pici hátrányban volt a próbán, mert a körmei akadályozták, Takács Gabriella megvan. Ő már boldog, mert jöhet lefelé Tünde, még keresi a fogást fönn a falon. Eléri a bal kezével, de a jobb lábbal kéne utána lépni, az a biztos. A jobb lábat vinni, úgy van, megvan. És most! Takács Gabriella fantasztikus 11,39 század másodperces idővel átvette a vezetést, és mind a 10 körmét megőrizte 32-22 alatt Palatinus Tünde.
Kérem szépen. Te jössz, igen. Szabolcsi Szilvia még nem volt. Tímár Edittel van párban. És egy párunk van még utána hátra. Molnár Erika és Márkus Erzsébet elkészülni. Kezdődhet a harc a centiméterekkel és a fogásokkal. Ez most kemény küzdelem lesz a javából. Megint csak azt mondom, hogy a lábnak biztos támaszt keresni és úgy lépni tovább. Szilvi valamivel előrébb, most egy hatalmasat próbált lépni. Edith közben keresi a kezének a helyet, aztán a lábának. Megvan az első célba érünk ebből a párból. És aztán most megint új fogást kell keresni. Nagyon-nagyon messze van ilyenkor az a néhány centiméter, amivel el lehetne érni a biztos kapaszkodót, amivel aztán lehet húzni egy nagyot. Most megvan! 22,6 másodperc Szabolcsi Szilvia ideje, és Tímár Edit 41,91 alatt ért föl, ami azért fontos, mert ugye ő vezetett az összetetben, és jelenleg ez a tusa, ez nem neki kedvezett, úgy tűnik. Az utolsó párosunk következik, Márkus Erzsébet és Molnár Erika a falmászásnál. Megvan az első, a nyitófogás elkészülni. És lehet indulni fölfelé, jön a biztatás, hogy gyerünk, gyerünk. De ezt már olyanok mondják, tehát mondhatják, akik túl vannak a versenyen, de nagyon szépen haladnak mind a ketten. Szép, biztos mozdulatokkal, kapkodás nélkül egyelőre. Most a jobb láb megvan, valamivel előrébb Márkus Erzsi. Még egy picit az erőnek kéne most segíteni. Közben Molnár Erika megy, és ő van a célegyenesben, megérintette a csengőt. Még jön a biztatás Márkus Erzsinek. A lábbal próbálna utána lépni, a bal lábbal kéne egy biztos fogást keresni, azaz, és most a kézzel utána. Na, meg lesz-e? Igen, nagyon jó, megvan, köszönjük szépen. Kérem szépen, emberfeletti feladatot tetszettek látni. Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, volt, akinek tériszonya volt. Tehát nem csak a fal mászása jelentett gondot, hanem a tériszony is, ezért duplán értékes ez a teljesítmény. A jók közül is kiemelkedett Takács Gabriella, aki majd 11 másodperc alatt felért a fal tetejére, és ő kapta a 20 pontot ebben a versenyszámban. Pesut Rita megrázta magát az Adidas szuperbajnokság történetében. 97-ben először a dobogón végzett egy versenyszámban, 15 pontjával ő a második. Károly Andrea kibérelte magának a dobogó harmadik fokát, 12 pontot gyűjtött. Szabolcsi Szilvia 10 pontos, Szakó Krisztina 8 pont, Molnár Erika 6 pont, Palatinus Künde 4, Szalai Gyöngyi, Tímár Edit és Márkus Erzsébet a további sorrend. Na most van ugye az első három helyezetnek külön díjunk, akkor azt mondjuk el még egyszer, jó István, légy szíves. Takács Gabriella tehát a győztesünk. Ő végzett az első helyen, a második helyen Pesut Rita, a harmadikon pedig Károly Andrea. Egy év a Görzenában, és most jön az utolsó feladat, amihez megint összesítést mondták. Nem, de még egyszer, légy szíves, közkívánatra. Így van, az összesített versenyben Takács Gabriella átvette a vezetést. 78 pontjával ő áll az élen. Ezután következik Károly Andrea 71 ponttal. Majd két olyan versenyző, akik nagyon-nagyon jól kerékpároztak a főpróbán. A harmadik helyen álló Tímár Edit és a negyedik Szabolcsi Szilvia 68, illetve 62 ponttal. Pesut Rita 49 pontos, tehát egészen bizonyos, hogy új győztest avatunk, hiszen ha 20 pontot kap, akkor sem érhetjük a vezetőket. Palatinus Tünde, Szalai Gyöngyi, Szakó Krisztina, Márkus Erzsébet és Molnár Erika a további sorrend. És a ebben a szabályoknak és a... Bocsáss meg, Istvánat! Magam is azt kezdtem el mondani, amit te, hogy ebben a versenyszámban az összetetben élen álló biciklizik majd utoljára, tehát az összetetben legnyegébb helyen álló kezd majd, akit nem más, mint Molnár Erika. És fölkészül? Fölkészül Márkus Erzsébet. Így van, itt a bicikliket ráállítjuk mindenkinek a test adataira, tehát magasságra, lábhosszra, egyebekre. A feladat pedig a következő,
Ezek között a kis fenyőfák között kell majd szlalomozni. Sipos János egyébként, aki segít a kerékpárokat, és ő hozta. Föl kell menni erre a kis dombra, egy jobb kanyar, elmenni a két pad között, a létszalat átbújni, a labdával hármat pattogtatni, majd bedobni a labdát a svéd szekrénybe, és utána itt van a cél, itt van a befutó, az időt mérjük, a legjobb időt elérő a győztes. Ha valaki leteszi a lábát verseny közben, 3 másodperc büntetőidőt írunk a teljesítményéhez minden egyes lábletételért. Tehát akkor megvan az első versenyzőnk, Molnár Erika elkészülni. Neki nem idegen a kerékpár, így nagyon magabiztosan kezd. Egy nagyon lényeges dolog, nagy lendület föl a dombra, szépen, elegánsan csinálja most a pad. Így van, ezzel sincs gond. A 3 pattogtatás, nézzük. 1, 2, 3, és egy lábletétel. El kell menni a labdáért. Elegáns segítség az uraktól a szélén, az időközben természetesen megy tovább. Tehát ez a hátránya a versenyzőnek, aki letette a lábát. Köszönjük a biztató tapsot, nem pattanhat ki a labda a svéd szekrényből, ez is megvan, és a cél egyenes. 47-87, és ehhez kell 3 másodpercet hozzáadnunk, tehát 50 másodperc fölött. Márkus Erzsébet következik, és Takó Krisztina készülődik. Tehát Márkus Erzsébetre állítjuk a kerékpárt, és Takó Krisztina lesz a következő. Minden kész, elkészülni. Egy elegáns nyeregbeszállásnak lehettünk szemtanúi, és egy nagyon higgadt, nyugodt vonalvezetésnek. Meg lesz a lendület, mert különben nem lehet átjutni. Megvan! És ez is jól sikerül, nem ért hozzá a padhoz. Némi bizonytalanság, de sikerült behúznia a nyakát. És a labda 1, 2, 3, fölényes biztonsággal. Kijön! Gyorsan vissza, ez plusz 3 másodperc már a lábletétel miatt, és még a labdát is. Előbb a labdát úgy könnyebb mondják a többiek, és ez így is van. 54-99 és 3 másodperc ehhez is hozzájön. Itt tegnap volt próba, mint már többször is említettem, a fiúknál volt olyan, aki 20 másodpercen belül teljesítette a pályát, de most, hogy ki volt, az majd csak holnap derül ki. Takó Krisztina következik, és Szalai Gyöngyi is a kerékpár közelében lassan. Még egy kis állítás közben Takó Krisztinának. Beállítja pontosan a gépet magának, elkészülni. Egy bal kanyar, aztán jöhet a jobb. És meg lesz a lendület. Megvan! A kritikus pont mindig. És a léc. És aztán a labda. Az első pattintásnál kicsúszik a kezéből, vissza kell menni. És megy közben persze az idő. A pedált is igazítani kell. Egy nagy-nagy lélegzetvétel még a finishre. Gyerünk, úgy van, 2-3, most a svéd szekrény bánja, és a második labdaletétel. Lábletétel. Egy kecses mozdulat, de gyorsan vissza, úgy van. Megvan most már. És az utolsó méterek. Köszönjük, 1:05.37 és 6 másodperc hozzá. Tehát 1:11.37 másodperc Takó Krisztina végső ideje. Szalai Gyöngyi következik, és az összetetben 6. helyen álló Palatinus Tünde készülődik. Tehát Szalai Gyöngyi elkészülni.
Na nézzük, itt az elején általában nem szokott gond lenni, igyekeztünk a kapukat is úgy méretezni. Itt viszont lehet, nincsen nagy gond, csak kicsi. Ez egy lábletételnek számít egyébként, de túlélte, és ez a lényeg. 2-3, 3 lábletételnél járunk e pillanatban. Na nézzük a labdát, ő balkezes, tehát onnan kerüli, így van. Vissza kell jönni a svéd szekrénynek a másik oldalára. Jó a dobás! 34-16 és a lábletételek. Azaz 9 másodperc, de így is 43-16-tal jelenleg Szalai Gyöngyi az élen. Palatinus Tünde következik, és a számnak nyugodtan mondhatom most már specialistája, Pesut Rita készülődik. Egy kis igazítás szokás szerint. Na nézzük, elszánt tekintet a pályára, hogy mit keresnek itt ezek a fránya kis fenyőfák. Remélem a helyükön maradnak elkészülni, és lehet indulni. Mit lehet indulni? Száguldásnak vagyunk szemtanúi, kérem szépen. Egészen jó tempóban, nagyon magabiztosan. Nem féltette a bokáját, még a padok között is, mert egy picit a tempón fokozni. 1-2-3, nincs lábletétel még, és nem jön ki a labda a szekrényből sem. ...27 másodperces idővel egyelőre Palatinus Tünde a legjobb. Következik Pesut Rita, felkészül Szabolcsi Szilvia. Tehát a végső sorrend szempontjából sorsdöntő versenyzők következnek. Néhány métert lehet még előrébb jönni. Vigyázz, mert belementél a... Egy picit légy szíves, Rita, gyere vissza, mert benne vagy a fotocella síkjában. Így már jó, köszönöm szépen. És mehetünk. Így van. Na nézzük. Ez is megvan. Jó, egy némi kis billegés után, most a két pad között. Nem okozott gondot. A léc sem. A labdánál lassabb a tempó. 1-2-3, nagyon jó. És megvan ez is. 29-18. Pesut Rita ezzel fölzárkózott Palatinus Tünde mögé. Következik az összetetben negyedik helyen álló Szabolcsi Szilvia, és aztán már csak a dobogósok vannak hátra, akik közül majd Tímár Editet láthatjuk először. Ez megnyugtató, ismerős közeg a kerékpár. Egy mosolyt is Szilvia arcára csalt, hogy a közeg legalább ismerős, végre valami biztos pont az életben, elkészülni, és lehet indulni. Férfi kerékpárral, ellentétben a hölgyekkel, akik eddig mind kivétel nélkül női kerékpárt választottak. Egy éles kanyar, na most kritikus, hogy átgurul, de igen. A labda. Ez lesz a nehéz. 1-2-3, sikerült visszahoznia, pedig majdnem kicsúszott a kezéből. 28-35, túlélte. Egyelőre ebben a versenyszámban Palatinus Tünde, Szabolcsi Szilvia, Pesut Rita a sorrend, de most lesz igazán komoly a dolog. Tímár Edit ugyanis az összetetben harmadik, és az összetett verseny második helyzetje Károlyi Andrea is melegít már. Kérem szépen, a végső győzelemért az utolsó három versenyző elkészülni. És figyelő tekintetek a nézőtérről, és gondolom odahaza is a képernyők előtt. Fönn a domb tetején, nincs gond eddig. Némi fékezés után tempóvesztéssel a kanyarban. Egy pici akadás, de ez csak fáj. Azért nem zökkentette ki a tempóból. És most a legkényesebb. 1-2-3, gyorsan a hóna alá kapja. A legnehezebb részén túl van, visszanéz, a labda is bent, 32-83. Ez a negyedik legjobb eredmény, ami azt jelenti, hogy maximum 10 pontot kaphat majd Tímár Edit. Amelyben azt is jelenti, hogy ha 10 pontot kapna, tehát minden maradna a régiben, akkor is holtverseny alakulna ki Takács Gabriella és Tímár Edit között, de még ez még nagyon messze van, mert most következik Károlyi Andrea, és aztán a végén majd Takács Gabriella.
Egyébként, ha már a holtverseny szóba került, a szabály azt mondja ki, hogy az első helyért holtverseny nem lehet, akinek több jó egyéni teljesítménye van, az a végső győztes. Kérem szépen, tehát Károly Andrea elkészülni. Óvatosan, szűken a kanyarokkal. Most a lendületet. És a kormányzás. Gyorsan az idő, vigyázni az időre. A lábletétel az benne van természetesen. És most állt a padok között. Jön a biztatás is kintről. Úgy van. A labda 1, 2, 3, hát ez nem okozhat gondot. Egy kosárlabdázónak, mondom én, hűha, ez most drága másodperceket jelent. És vissza, úgy van, és most megy akkor még tovább. Gyerünk, Andi, pörgess bele még egy picit. Most áll csak meg az óra. 53-91 plusz 6 másodperc, tehát 59-91 Károly Andrea eredménye, és következik Takács Gabriella a legvégén. Tulajdonképpen, ha Takács Gabriella élve megúszza és célba ér, akkor ő a szuperbajnok, mert ha egy pontot kap, tehát ha a verseny utolsó helyén végez, akkor is győz. Tehát végig kell menni a pályán, ez a lényeg, és ebben az esetben az Adidas szuperbajnoki cím Takács Gabrielláé. Hát kérem, így nézzük akkor az ő versenyzését. Elkészülni. Na. Nincs gond. Megvan. Ha nagyon-nagyon nehezen is, de megvan. Egy lábletétel azért még odaért. A bajnokot köszöntheti most már a tapsa végére. .35,91 hiszen volt egy lábretétel. Takács Gabriella. Miközben Takács Gabriella tiszteletköröket rója, hadd mondom el, hogy ezt a versenyszámot Palatinus Tünde nyerte, így övé a 20 pont, Szabolcsi Szilvia lett a második, ő 15 pontot kap, Pesut Rita a harmadik 12 ponttal, Tímár Edit, Takács Gabriella, Szalai Gyöngyi, Molnár Erika, Márkus Erzsébet, Károly Andrea és Cakó Krisztina a további sorrend ebben a kerékpár versenyszámban az Adidas szuperbajnokságon. És ezzel ki is alakult az összetett végeredménye, amelyet hamarosan ismertetünk majd. Hát kérem szépen, most már a legkellemesebb feladat marad hátra, a győztest és a helyezetteket ünnepelni, a külön díjakat pedig mindenkinek odaadni, akinek jár. Van nekünk is egy külön díjunk a Telesportnak az Adidas segítségével. Az összes résztvevő dedikált egy labdát, és ezt szeretnénk valakinek odaadni. Hát kérem szépen, én itt láttam egy fiatal embert, engedd meg, hogy megtiszteljünk ezzel a labdával. Minden résztvevő aláírása rajta van, karácsonyi emlékként, gratulálok. Azt néztük, hogy ki merre és hogyan drukkolt. Hát akkor István, tiéd a szó. 1997-ben a nők szuperbajnok versenyében a 10. helyen végzett, de nem utolsó, Molnár Erika. Gratulálok, és természetesen jár az Adidas jóvoltából a 25 ezer forintos tiszteletdíj is. Molnár Erikát meg tudta előzni, és így 9. Márkus Erzsébet 38 ponttal.
Az Adidas szuperbajnokságban 1997-ben a nőknél a 8. a 41 pontos Szakó Krisztina. Neki a gratulációnk kívül azt is kívánhatjuk, hogy szerepeljen majd jól Nagánóban a téli olimpián. Számára talán szokatlan a pozíció, hiszen csak 7. lett az Adidas szuperbajnok vetélkedőn. Szalai Gyöngyi! 51 ponttal. Itt már azért a tiszteletdíjak is emelkednek, már 40 ezer forint jár. Ha olimpián lennénk, már pontszerző lenne, de számára talán egy kicsit csalódás, hiszen a többszörös bajnok Pesut Rita most csak a 6. 61 ponttal. Következzék a mezőny első fele. Az utolsó számot megnyerte, és ez őt az 5. helyre röpítette. 67 ponttal Palatinus Tünde. Sokáig az első helyért volt versenyben, de a kerékpározásban elbukott. Így csak 4., de nem csak 4., hanem 4. Károly Andrea 73 ponttal. És jöjjenek az érmesek. A tiki-takit és a hokit is megnyerte, a kerékpározásban azonban csak 2. lett. A kerékpározó az összetett verseny 3. helyezettje, Szabolcsi Szilvia 77 ponttal. És ő már mint 3. helyezett 100 ezer forintos tiszteletdíjat kap sok minden más mellett. Egyetlen egy ponttal előzte meg Szabolcsi Szilviát, és így 78 ponttal a 2. Tímár Edit, aki ugyancsak 2 számot is meg tudott nyerni. És az Adidas jóvoltából a tiszteletdíja 150 ezer forint. Elsősorban falmátszásának és jó összetett teljesítményének köszönhetően 1997-ben a nőknél az Adidas szuperbajnokság győztese Takács Gabriella 86 ponttal. És kérem szépen, most jönnek még a nagy díjak vagy a fődíjak. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal képviseletében Harcsár István elnök úr ad át a győztesnek külön díjat. Kérem szépen, nem szurkolózunk, nincs titok közöttünk. Harcsár úr szeretne valamit mondani. Egy pillanat figyelmet kérnék szépen. Kivételesen nem a győztes kapja a külön díjat, hanem a nagy erkölcsi vesztes, aki idáig 2-szer nyert bajnokságot, de nem sikerült a mesterhármas, Pesut Rita. Pesut Ritája az OTSA külön díja. A Magyar Olimpiai Bizottság vándordíját Fazakas Szabolcs miniszter úr adja át. A győztesnek most már ez biztos. Takács Gabriellának. És a Telesport díját ugyancsak a győztesnek Hegedűs Csaba főszerkesztő adja át. És a díjátadásnak még mindig nincs vége,
hiszen említettem, hogy a Adidas Budapest Kft. Állja a pénzdíjakat, az első helyezetnek Császári Attila adja át a jelképes pénzdíjat. Attila, fordítsd meg, légy szíves, úgy van, hadd látszódjon. Amiket Takács Gabi kapott, azokat nem kell visszaadni, az az övé örökre. Ez viszont a vándordíj, amit, hogy vissza kell adni, az már csak jövőre derül ki. Hát kérem szépen, a díjátadás, és akkor marad még valami, hogy akik itt voltak és versenyeztek, elmondják címszavakban, hogy hogy érezték magukat, milyen volt a verseny, és egyáltalán. Nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen a szurkolást mindenkinek és a játékot, de aztán én maradok a triatlonnál. Köszönöm szépen, tehát egy műfajmódosítás már nem lesz. Hát engem az edző Antalovics Ferenc az első hatba várt, de talán a kilencedik hely is jó lesz. Mi az, hogy jó, remek, köszönöm szépen. Szóval mi lesz most az előtted álló nagy-nagy versenyeken, meg gondolom, hogy ez a lényeg. Az új cipőd megvan, azt már olvastam. Meg most töröm, most lesz az Európa-bajnokság januárban, és így arra készülök, de azért itt nagyon-nagyon élveztem a játékot. Köszönöm szépen, és a sportszerű magatartásodat én köszönöm még külön a játék közben. Rengeteg aranyérem, rengeteg elsőség után egy középmezőnybeli helyezés, de nem hinném, hogy csalódott vagy, Gyöngyi. Nem, meg vagyok magammal elégedve, mert semmiben nem lettem utolsó. Még a falra mászásban sem, ami elég rosszul sikerült a főpróbán. Örülök, hogy itt lehettem, és olyan sportolókat ismerhettem meg, akiket eddig csak a tévében vagy újságban láttam. Nagyon szépen köszönöm, gratulálunk. Hát ugye föl kell tennem a kötelező kérdést, hogy mi történt, vagy mi volt. Azt hiszem, túlparaszt törögtem magam az idei világbajnokságokra, úgyhogy azért nem jött össze ez a szuperbajnokság. Hát... remélem, hogy lesz alkalmam bebizonyítani még, hogy nem olyan reális ez a hatodik hely. Köszönöm szépen! Egy szokatlan terepen kellett helytállni, nagyon jól. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és nagyon jól éreztem magam, és külön öröm számomra, hogy már... megmaradtak a körmeid a falmászás után. Igen, ez az egyik. A másik pedig az, hogy más sportásnak, sportágaknak ilyen jeles képviselőivel versenyezhettem. És azt hiszem, hogy az öltözőben is nagyon jó volt a hangulat. Az öltözőben fantasztikus volt. Biztos most is, mert lehet, hogy pezsgőbontás lesz. Az utolsó pillanatig a dobogóért. Köszönöm szépen. De úgy érzem, hogy maradok a kosárlabdánál, és a biciklit az itt hagyom. Túlsics mester minden szigorúsága ellenére. Igen. Köszönöm szépen. Akinek viszont a bicikli nem jelentett gondot, a bicikli sem. Hát én is köszönöm szépen, nagyon jól éreztem a magam, és köszönöm szépen a drukkolást. Hát egy kicsit kisiklottam a kerékpárnál, de örültem a helyezésemnek. Köszönöm szépen. A röplabdás társadalom gondolom, hogy örül, hiszen mindig hívunk olyan sportágakat, ahol talán az eredmények egy picit szolidabbak, de hogy időről időre a reflektorfénybe kerüljenek. Nagyon köszönöm, hogy én képviselhettem itt a röplabdásokat, a női röplabdásokat. Fantasztikusan éreztem magam, nagyon jó volt a közönség, a szurkolás, és örülök, hogy ilyen versenyben második lettem. Egerbe pedig állítják már a diadalkaput. Gabi, most már egy utólag... bevallhatom, hogy amikor arról volt szó, hogy kik lesznek a meghívottak, és a te neved szóba került, akkor valaki nekem azt mondta, hogy meg fogod nyerni. Igaza lett. Köszönöm szépen a meghívást, igaza lett. Azt, hogy nyertem, ezt nagyban köszönöm a közönségnek is. Azt azért el kell mondanom, hogy nagyszerű. Nagyszerű és nagyon erős volt a mezőny, tehát erősek voltak a versenyzőtársaim is. Viszont azt hiszem, egy új hobbinak fogok hódolni. Természetesen az edzőm is megengedi, a falmászás nagyon megtette. Hát erre most a rossz májú lennék, azt mondanám, csináltok ki a pályán időnként olyan dolgot, hogy az edző mászik a falra, de ez egy más kérdés. Hát kedves nézők odahaza és kedves vendégek itt a Fáy utcában, ez volt az Adidas Szuperbajnokság első felvonása. Holnap a férfiak következnek, úgyhogy remélem ismét találkozunk. Nagyon sokan gyűjtöttek már a Stopli című újságban aláírásokat.
Most lehet folytatni majd az aláírásgyűjtést odakint. Köszönjük a részvételt, a viszontlátásra, a viszonthallásra.